Föld. A sebes-kőrös hordalék kupján a bihari-sík kis tájon elterülő települést délről a Kutas főcsatorna érinti. Told első említése 1275-re datálható. A falu egyházas hely már a 14. század elején. Birtokosai sokáig a toldiak. Itt lakott és a falu földes ura volt az Arany János által gyönyörűen megírt költemény trilógia szerinti Toldi Miklós. Az 1552. évi vármegyei összeírás mint lakott helyet említi, de egy 1646-os örökvételi okmányban csupán a beregböszörményiek tulajdonában lévő pusztaként szerepel. A település táji látványán túl legfontosabb építészeti értéke a későbarok stílusú református templom. A falu későbarok síkmennyezetes templomát 1840-ben építette a gyülekezet.